Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villám hír szeptember 8-ára. Ezen a napon úgy érezzük, hogy vannak korlátozások. Vagy valaki korlátoz bennünket, vagy lekicsinyít bennünket. Az is lehet, hogy vannak félelmek, bizonytalanságok, és úgy érezzük, nem megy tovább, nincs megoldás. De ezek csak pillanatok lesznek, hiszen lesz könnyűség, lesz egy kiút, lesz egy megoldás, vagy egy új irány. Tehát ne legyünk szomorúak, nem kell félni attól, hogy hogyan tovább. Hiszen lesznek új ötletek, tervek, kapcsolatok, beszélgetések, tehát változik valami ezen a helyzeten. A férfiaknál segít a beszélgetés. Lehet, hogy valaki egy jó tanácsot ad, vagy megnyugszik a helyzet, eltereli a figyelmeket ezektől a nehézségektől. Nálunk, hölgyeknél másképp hat ki ránk, hiszen nálunk nem a beszélgetés lesz fontos, holott lehet egy jó hír, hanem itt lesznek külső behatások, mégpedig valamit látunk, valamit észreveszünk. Ez lehet a természet, ez lehet egy szám, vagy valami, ami olyan hirtelen jön, és kiváltja nálunk azt, hogy fellélegzünk, és azt mondjuk, aha, igen, pontosan erről volt szó. Tehát megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, és ez a megoldás. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.